A PMFC MB2-es labdarúgó csapata hétfőn este fogadta a Nyíregyháza partakusz FC-t a Mercantil Bank Liga tizedik fordulójának záró mérkőzésén. Németh Zsolt megbízott edző Pejovicsra betegség, Krauszra bordazúzódás, míg Kornyákra tércalak, Szelesre pedig sérülés miatt nem számíthatott. Ugyanakkor hosszabb kihagyást követően a kispadon kapott helyet hadaró, valamint először nevezték a felnőtt gárda cseréi közé a 17 esztendős ócsait. A két kapu mögött helyet foglaló szurkolók már a kezdő sípszó pillanatától megalapozták a hangulatot. Ráadásul rögtön a második perc elején Szabó tette próbára fejért. A Pécsi szélső balról cselezett befelé, majd a 16-os sarkáról jobban lőtt. A nyíregyházi kapus azonban kitolta a középre tartó játékszert. A tizedik percben aztán Harsányi szerzett labdát, amivel Szabót indította. Őszérről be is tört a labdával, azonban a visszazáró védők miatt inkább lekészített. A 16-osnál érkező hudáknak az ő lövése azonban elszállt a nyíregyházi kapu felett. Két perccel később Takács vágott előre egy labdát, amit Szabó befutott majd harsánynak készített le. Ő balról a jobb felsőt célozta meg, ám fehér nagyot védett. A 32. percben kerültek először helyzetbe a vendégek, de Helesfai látványos bravúrt mutatott be a golvonal előterében. Egy jobb oldali szöglet után rioskó bolintott közelről a kapuk közepe felé, de a rutinos pécsi hálóőr nagyot védett. Ezt leszámítva a PMFC fölényben játszott, a második helyen a feljutásra jó eséllyel pályázó nyíregyháza ellen. Még úgy is, hogy a 42. percben egy korábbi, Pécsi sajátnevelésű játékos, az élvonalban és légiósként is megforduló nagy lőtt az oldalhálóba. Az élvezetes, helyzetekben túskáló első félidő gól nélküli döntetlennel ért véget, míg a fordulás után változatlan összeállításban folytatták a csapatok. Nem sokkal a térfélcserét követő, Rác ütközött fehér kapussal, a pécsi védőt később kényszerből le is kellett cserélni. Aztán a vezetést a Nyíregyháza szerezte meg, mégpedig a 72. percben. Egy beadást nagy fejelt a bal alsóba. Aztán Gresó helyzete még elment a Pécsi kapu előtt, de a 79. percben Géresi 19 méterről látványosan lőtt a jobb felsőbe. Alig egy percre rá Gresó lépett ki és higgadtan értékesítette zicserét. A hosszabbítás perceiben Német közelről betalált, beállítva ezzel a 0-4-es végeredményt. A PMFC lek közelebb idegenben javíthat. Vasárnap 15 órától a Tisza Kécskei LC vendégeként játszik a csapat a 11. fordulóban. Nem volt benne a mérkőzésben az, hogy négy gól ki fogunk kapni ma. Jó, nagyon jól kezdtük a mérkőzést, meg a lehetőségeink. Sajnos nem tudtunk gól szerezni, az ellenfél kapusa jó vélet. Utána folyt a mérkőzés, a mezőnyjáték folyt, és a drászlati elvesztése után ott, ott összeestünk sajnos. Igazából nem volt belső védőm, akit berakjunk, beállítsunk helyette, mert nem volt is padon. Kényszerből a terbe botondot kellett odaraknunk, aki elvállalta, és utána onnan összeestünk. Tehát egyéni hibából kaptuk a gólt, az elsőt nem figyelünk, és mögöttünk befejlik a labdát. Az, osztályban kihasználják. Egy ilyen jó csapat, mint a Nyíregyháza, az kihasználja. Tehát nem csak ő, hanem biztos, hogy benne több csapat is. És onnan összeestünk sajnos. Hát ez a, Ebben az osztályban ilyet nem lehet, hogy gólt bekapunk és utána összeesünk. Tehát ez nagyon sajnálom, mert tényleg megtettek mindent 70-75 percig a srácok, berakták a nagy munkát, alázott a szenvedéllyel játszottak, sajnos ez jött ki belőle. Hát azt gondolom, hogy ugye Nehézkesen indult a mérkőzés. de Én úgy érzem, hogy a nagyobb helyzetek az első félidőben is a mi oldalunkon voltak, mert ugye a Nagy Dominik egy-egybe a kapussal, és egy szöglet után ő szinte üres kapuba ö, hibáztunk. Szóval azt gondolom, hogy a két óriási helyzet az az első is nálunk volt, de azzal egyetértek, hogy az első nem játszottunk olyan jól. Ö, kicsit följebb jött a, a, a Pécs, és ez ö, többször zavart okozott. Ö, nehezen kaptuk el a mérkőzésnek a, a ritmusát. Ö, ö, kevés párharcot nyertünk a középpályán. Ö, tényleg olyan harapós volt a, a Pécs, de erre számítottunk, ezt elmondtuk a srácoknak. Fél időben kicsit rendeztük a sorokat, megpróbáltunk belecserélni, és ez azt gondolom, hogy ö, jól sikerült, és ö, jól jöttek be a cserék, és a fél időben szerintem egyértelmű volt, hogy ö, mi voltunk a jobb csapat, aminek nagyon örülök, hogy ö, ugye a pressinget sokat gyakoroljuk, és sikerült ugye két gólunkat is ö, ö, az ellenfél térfen letámadásból szerezni. Ö, több jó teljesítmény is volt a másik félidőben, labdaszerzésekben is igencsak följöttünk, és azt gondolom, hogy a másik félidő alapján egyértelműen jogosan nyertünk.